Hoppá. C. CD a ír bal. A ír bal. Hát akkor kezdjük is az egész játékot. Hát egy jó régi játék, 1987-es. Első 3D-s játékok között van, nem úgy, ez szó szerint az legelső 3D-s játék, mert nem a Wolf volt az első 3D-s játék, az 92-ben jelent meg, az itt szoftver készítésével, de ez 87-es, hát ezért 5 évvel legalább leelőzi. A Wolf este 3D azzal idemli ki magát, hogy legjobban csak azt érlelné ki magát, hogy ő első FPS lövöldözős játékok között van. Na most mindegy, akkor a AI-bal volt az igazából az első 3D-s játék, amit most láthatok. De most kezdjük is el. Igen, a élménye. Na, jó van, jó kezdem. Ajdasz. Igen, a játékról van szó. Hát jó játék, grafikailag elmegy, tetszik, térbeli is. Ez első térbeli grafika. De van egy kis bugdácsolás benne. Megláthatjátok, mi lesz. Milyen problémákról van szó. És ennek a játéknak az a lényege legtöbbször, hogy inkább pontokat kell szerezni, meg végigvinni a pályát. Jó van, rendben van. Ez okés. Csapdákkal tele van, itt ezek a lándzsák is, nem tudom minek kell lándzsa. Menjünk tovább, vagy íjak, vagy mi az Isten. Igen, van benne jó sok csapda. Nem tudom, hogy piramisba vagyok el néha, vagy nem is tudom néha, vagy egyáltalán kastélyba, mert kastélyba akar játszódni a történet. De ezek a rostios tala is nagyon veszélyes, nem tudom néha eldönteni, melyik veszélyes, mi nem. Igen, ugrálunk le. Szöcskék. Igen, ez nincs gond. Még nincs. Majd lesznek. Útirányokat már tudom fejvő. Nem már, alig. Na, erről beszélek. Az első hiba mondjuk az. Igen, meg a másik az, hogy. Hogy lehetséges? Miért nincs ilyen. A másik, hogy miért pukadok ki, ha túlpumpálolik. Jó van, Luffy is túlpumpálom, szétdurranik, mert túl sok a nyomás. Oké, rendben van. De akkor miért nem mutat egy kijelölt helyet, hogy meddig szabad fölpumpálni ezt a labdát? Ez kicsit gonoszság, nem? Meg az, hogy egyből csapdára találok, ha tovább akarok menni. Na, egyik probléma ez. Jó sikerbe lett a játéknak, nem arra van szó, de. Csapdákról ne beszéljünk, mert néhány pixel hibázó. Egy-két pixelről van szó. Egy-két pixel, meg a pixel, vagy tök mindegy. Képkockáról. Már az nagyon sokat számít. Nem szabad előre menni, ez itt oldalt. Nyugodtan ugrálhatok, mert azt is jó bírja. Csak mi van, hogy ugráltam oda? Hát igen, menjünk egyenesen előre. De mi volt ott? Mi volt ott, ami kipukkanjon? Jó van, pontot elértem, de hát igen. Ebben nem vagyok büszke. Ebben az egy dologban nem vagyok büszke, és megmondom őszintén. Láthattátok? Itt a tüskék. Semmi bajom se lesz. Nem lesz semmi bajom. De itt van ez a tüske, már is halálos. Hát de hogy van ez? Meg ez is. Hát hogy van ez? És én ezen érdekülök, hogy itt nem robol, itt nem lyukott ki a labda, itt nem. Nem, itt nem akar, itt nem bántalak ide téged. Itt jó ember vagy. Hirtelen ideugrálok, puff, durranik egyet. Hát, elképesztő. Itt nem voltak tesztelők ebbe? Ebbe az egy játékban nincs tesztelés, vagy mi? Itt nem durranok ki. Fölveszem a pontot. Jó van, az a kereszt, nem tudom, minek van ott.
Na ez az. És akkor döntsem el, hogy mi veszélyes, mi nem. Hát, emberek. Élménye nulla. És akkor most ezek csapdák, vagy nem? Ha! Szó közzel kell felvenni tárgyakat, persze. Nem tudom, olyan játék. Első 3D-s játékok között van, de olyan bágos tud lenni, hát elképesztő. Akkor problémákkal szenvedni. Jó, van, a világításra nincs gond. Nem olyan, mint a motorban, hogy nincs lámpa. Mert ha van, akkor bizonyos ideig használható. Na ez az, szereztem pontot, ezek a lándzsák is királyságosan itt vannak. Király. És menjünk tovább. 200, ott egy gyémánt. Pontot hazit szerezzünk. De... És igen. És egy másik hiba. Itt van lebegőve a korlát. Hát... Azért ezt megcsinálták volna. Ezek a lehajolt szobrok, mit akarnak elképezni. Az a ez. És nem tudom, milyen magas bugrasz le, mert ugyanúgy sírülést kapsz. Az a szédurransz, mint egy Luffy. És igen, ez a hülye csapda, mire használható? Semmire. Maga a helyszín tetszik, az jó. Csak meg a tévéim, mert sokkal több, mint a pozitívum. Azt észrevettem. Hát... Pontokat szerzek, oké. Hát meg is vagyok dicsérve, ezt meg is dicsérem a készítőkbe. Egy pontszerzés lehetőség van, de... Igen. Tovább jutok. Erre sincs bajom. És igen, megint mi van itt, csapdák. És igen, most megint hogyan figyeljem azt, hogy mennyire van tőlem messze? Engem ez idegesít, és 3-4 élet előtt van a játékban, amit kihasználhatsz. Talán meg eszheted előről az egészet. Azaz, ezt... De még mindig jobb, mint a motor. Mert legalább itt igazából nincs ellenség, de akadály van, azaz ugyanúgy van ellenség, csak nem támadnak. Csak én megyek rájuk. Ha! Na, hát ez... Hosszú menet lesz. És ennyi! Megint itt láttam semmit. Az évvilágon semmit. Egyszer adja a játék azt, hogy essék ki. Pontot szerezi, de nem tud végigjátszani. Na jó, hát erről ennyit. Na sziasztok!